Nagy szeretettel köszöntök mindenkit családi Isten tiszteletünk kezdetén, Pál apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 165. dicséretnek első versét, amely így kezdődik, itt van Isten köztünk. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább éneklésünket a már megkezdett 165. dicséretnek második és harmadik versét énekeljük. A második vers így kezdődik, itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyalsereg áld s magasztal. A mi családi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek szent igéjét olvasom, ahogyan szól hozzánk a mai napon Lukács evangéliumának 18. részéből, a 15. verstől kezdve. Jézus megáldja a gyermekeket. Ezután kisgyermekeket is vittek, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.
Amen. Isten tegye áldotta az igének hallgatását, szívünkbe fogadását, annak megtartását, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a vasárnap délelőttön, hogy valóban kisgyermekek hangja is dicsérjen téged, ünnepi műsorral, énekléssel, együtt közös imádsággal. Köszönjük azt, hogy most felnőttek és gyermekek együtt dicsérhetünk téged. Bocsáss meg nekünk, ha máskor nem figyelünk rád, nem halljuk meg a te igédnek útmutatását, a Biblia üzenetét, az, amely szól hozzánk napról napra, az iskolákban, intézményekben, itt a gyülekezetben, vasárnapról vasárnapra. Kérünk Istenünk, hogy add a te útmutatásodat, és add, hogy meg is tudjuk hallani, azt megérteni, szívünkbe fogadni és megtartani. Arra kérünk Istenünk, hogy most ebben a hűvös időben, itt a templomban is, ami lelkünket melengesd meg, add, hogy átjárja a te szent lelked, ami életünket, szívünket, és add, hogy a gyermekek műsorával is gazdagodjunk, és még inkább rá tudjunk figyelni. Arra kérünk, légy itt közöttünk ezen az Isten tiszteleten, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Most pedig az ige hallgatására készülve a már megkezdett 165. dicséretnek az utolsó, 6. versét énekeljük. A 6. vers így kezdődik. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn, templomoddá szívem, lelkem. Kedves testvéreim, az előbbi igeszakasz folytatását olvasom Lukács evangéliumának 18. részéből a 17. verset. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Amen. Helyünket elfoglalva figyelmesen hallgassuk az ige magyarázatát. Családi Isten tiszteleten ülünk most itt, kedves testvéreim, kedves gyerekek, és nagyon sok gyermek vesz most részt ezen az Isten tiszteleten. Éppen ezért azt gondoltam, hogy igen nagy biztatásként hangzik ezen az Isten tiszteleten, hogy Jézus Krisztus is azt mondja, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Nagyon nagy dolog ez, Isten országa a gyermekeké lehet, hiszen őszinte bizalommal tekintenek az Úr Jézus Krisztusra. És ha semmi más nem mondana a Szentírás a mi gyermekeinkről, csupán ennyit már akkor is hálás szívvel kell megállnunk a gyermekek előtt, hiszen tudjuk azt, hogy ők a mennyország részesei lehetnek, hogyha bizalommal fordulnak az Úr Jézushoz. És arról szól ez a szakasz, hogy mi is megtanulhatjuk tőlük ezt a gyermeki bizalmat, és fordulhatunk ilyen bizalommal Istenhez. Pilinszky János azt mondja, hogy a gyermekeket még nem lepi el a dolgok sűrűje, az öregeket már nem. Ami a kettő között van, az az élet sűrű erdeje. De azért nagyon nehéz fiatalnak lenni, talán a legnehezebb dolog a világon. És Ravasz László püspök azt mondta, a kereszténység azért hódította meg a világot, mert egy bölcsővel kezdődik. Hát miért éppen a gyermekeké az Isten országa? A gyermekek mielőtt tennének valamit, nem számítgatnak, nem keresik, hogy milyen hasznuk lesz belőle, azt sem nézik, hogy kivel beszélnek éppen, szeretik őszintén elmondani a véleményüket, nem nézik, hogy vajon akivel barátkoznak, annak a szülei
éppen mit dolgoznak, vagy mennyi pénzt keresnek, nem számítgatják a kicsin gyermekek azt, amikor barátkoznak, hogy vajon milyen családba kezdtek barátként odajárni. Hát bizony a gyermekkor egy ilyen különleges állapot, és egy fiatalt, amikor megkérdeztek, hogy milyen életpályát szeretne választani magának, akkor nem egyszerűen azt mondta, hogy orvos akar lenni, hanem azt mondta, hogy gyermekorvos szeretne lenni. És megkérdezték, hogy miért éppen gyermekorvos szeretnél te lenni. Azt mondta, hogy azért, mert a gyerekek nem szimulálnak, nem színlelik a betegséget, hanem őszintén megmondják, hogy mi a bajuk. Hát a gyermek bizony nem alakoskodik, mindig önmagát adja. Ez néha éppen lehet, hogy kellemetlen, mert őszintén megmondja a véleményét, de mi így szeretjük a gyermekeket, én azt gondolom, őszintén, tisztán. Felnőtt korban, amikor kialakul az a bizonyos személyiség, akkor már elkezdünk bizony szerepet játszani. Eljátsszuk azt a szerepet, hogy mi komoly szülők vagyunk, komoly házastársak, komoly templomba járók, és lehet, hogy egyébként belülről szívünk legmélyén mi nem gondoljuk annyira komolyan. A gyerekek viszont nagyon őszintén, tiszta bizalommal tudnak Istenhez fordulni is. Ezért keresi bennünk most Jézus a gyermeket ezen az Isten tiszteleten. Nem a gyerekest, nem az infantilist, hanem a gyermekit. Közben nyilván elutasítja a képmutatókat Jézus, azokat, akik magukat másnak mutatják, mint amik, és a gyermekek alázatát, bizalmát várja el tőlünk maga felé, az atyánk, mennyei jó atyánk, teremtő Istenünk felé. Hát én azt kérem ezen az Isten tiszteleten, hogy gondoljuk át, hogy mit tudunk éppen ebből az aspektusból tanulni a gyermekektől. Hiszen Jézus Krisztus néz sokszor gyermekeink szemén keresztül miránk. Pilinszky János írt, ahogyan mondtam, egy szép versében erről, de ír egy szép cikkében is a kis gyöngyszemekről, a gyermekekről, a csodáinkról. Azt írja, a gyermekek mernek a pillanatnak, a mának élni, akár a mezők liliomai. De életük nem üres, nem semmire kellő, nem tűrhetetlen. A gyermekek az ábrándok teljességében élve tudják magukat oly alázatosan kiszolgáltatni a pillanatnak. Az ő belső világukat még nem parcellázta fel, szabdalta szét a személyes érdek. Ezért lehetnek birtokosai mindennek. Ezért érezhetik magukénak az egész teremtett világot. Szegénységükben övék minden, amit kezükkel elérnek, érintenek, és kreálnak belőle, az is, amit el se érnek, a teljes égbolt, a csillagok minden ragyogása. És milyen szánalmas, hozzájuk viszonyítva a felnőttek, birtoklási vágya, szerezve egyre szegényebb, gazdagodva egyre nincstelenebb állapota a léleknek. Aki nem úgy fogadja tehát Isten országát, mint a gyermek, nem megy be abba. Mit jelent a gyermek, az evangéliumi gyermekség fogalma? Először is bizalmat, ahogyan mondtam. A felnőttség, a felnőtt kor elhozza magával azt, ami mindannyiunkban itt van sajnos, a kételkedés, az, hogy bizalmunkat veszítjük egy-egy irányba, és nagyon nehéz utána megtanulni ismét bízni a másik emberben, vagy akár magában, Istenben is. Meg kellene tanulnunk a gyermekektől ezt a feltétlen bizalmat, amivel, hogyha valakinek kisgyermeke volt, vagy foglalkozott kisgyermekekkel, nagyon jól tudja, hogy az egész picin gyermek, aki éppen megtanul járni, ha feltenném a szekrény tetejére, vagy egy magasabb kanapé tetejére, ő nyugodt szívvel, hogyha az apuka ott van, kitárja kezeit, akkor elindul és legyalogol az asztalról, és nem foglalkozik azzal, hogy hova megy, vagy leesik, vagy mi történik. Tudja azt, hogy ott várja az apukája, és majd elkapja. Ennyire bízik. Még akár egy ilyen veszélyes helyzetben is bízik. Hát először is nekünk ezt kellene megtanulni. Életünk nehéz helyzeteiben, olyan pontjain, amikor már nem látunk kiutat, a mennyei atyánkban is így bízni, tudva azt, hogy ott a szakadékoknál ott vár tárt karokkal bennünket, és ő felemel, kiemel a nehézségekből. Másodszor azt jelenti az evangéliumi gyermekség, olyannak lenni, mint a gyermek, hogy nyitottan kell élni. Nincs miért félnünk. Rettenetes, hogy gyermekkorunkban ezt mindannyian tudjuk, és később szinte kivétel nélkül elfelejtjük azt, hogy hogyan is kell nyitottnak lenni a világ nagyon érdekes dolgaira. Felnőttségnek nevezzük a zárat, amellyel elzárjuk magunkat a világ s a többi ember elől, és talán Isten elől is. Milyen leszűkülés jelent a felnőttség a gyermekkor tárva, nyitva álló világával szemben, amit átjár a hit, a bizalom, a nyitottság. Az evangéliumi gyermekség a pillanat megszentelése is, az örökös jelen. A felnőttek általában, valljuk meg őszintén, mindannyian, akik itt ülünk, itt vagyunk most felnőttek, bizony nagyon rosszul tudunk néha gazdálkodni az időnkkel. A gyermekek viszont meg tudják élni a
az életük minden egyes pillanatát úgy, ahogyan ők szeretnék. Bele tudnak feledkezni a játékba, és tudnak azzal foglalkozni, amivel szeretnének hosszabb ideig is. És igazán nagyon nehezen tudjuk ezt már felnőtt korba megtenni, hiszen mindig nézzük az óránkat, hova kellene sietni, mit kellene még tenni, mi az, ami nincs elintézve, mi az, ami nincs kész még éppen, most vasárnap is vajon ideérek-e éppen, fel tudtam-e tenni azt a vasárnapi levest, vagy otthon, ha nem tettem fel, lekapcsoltam, akkor mi történik majd, hogyha hazaérek, hogyan is tudom majd ezt elkészíteni. Az ember mindig gondolkozik előre, és még a hétvégén, a szombati, a vasárnapi napján sem tud megpihenni, megnyugodni ebből az örökös, gyors életritmusból. Az evangéliumi gyermekség önzetlenséget is jelent. A gyermek önzetlenül tud szeretni. Nagyon tudnak szeretni a gyermekek, feltétel nélkül, őszintén, tiszta bizalommal. És valahogyan mi már ezt elfelejtettük, és feltételekhez kötjük a mi szeretetünket is. És az evangéliumi gyermekség fogalma tisztaságot is követel. Isten a kérdésben nem ismer kivételt, mindenkinek tiszta lélekkel kell megállni előtte, akárcsak a gyermekek tiszta lélekkel állnak meg mindig előtte. Különleges kiváltság tehát, kedves gyermekek, az, hogy ti gyermekek lehettek. Ez egy nagyon nagy dolog, nagyon örülni kell ennek, hogy ilyen bizalommal, nyugalommal, tisztasággal őszintén tudjátok élni az életeteket, és a felnőttek számára pedig van egy jó ajánlatom. Legyünk újra gyermekek, lélekben. Lehet-e felnőttként gyermekké lennünk? Vissza lehet-e fordítani az idő kerekét? Nem természetellenes dolog ez? Lélekben kell azzá lennünk. Akinek sikerül, kétszeresen fogja megélni a gyermekség korát. Nyitott, bizakodó és tiszta lelkű ember lesz. És míg a gyermekkort kinőjük, a lelki gyermekséget halálig megőrizhetjük. A gyermekkor egy állapot, a lelki gyermekség viszont örökre szóló birtokunk lehet. És vannak emberek, ismerünk itt is olyat a gyülekezet közösségében, akik egy hosszú életen át meg tudják őrizni tiszta gyermeki lelküket, szívüket. Ezek a boldog, tiszta gondolkodású emberek, akik úgy tudnak bánkódni akár bűneik miatt, mint a gyermekek, őszintén és igazán. Mi Pál apostollal valljuk azt, hogy atyánk fiai, ne legyetek az értelemben gyermekek, értelmileg nőjünk fel, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, azaz a gonoszságot felejtsétek el, tegyétek félre, abban nem szabad felnőni, abban nem szabad kitanulni mindent. A gonoszságot félre kell tenni, az értelemben pedig érettek legyetek. Isten országa azoké, akik Istenben édes atyukra fognak lelni. Lehet nagy mélységek után is vágyni bocsánatra, a tisztaságra, a bizalomra, és a magyar líra nagy csapongójának, Ady Endrének is voltak ilyen tiszta pillanatai, amikor rátört a vágy a gyermeki őszinteség után. Felidézem a sokat hallott sorokat, most karácsonykor is többször hallottuk, de jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, gyermekszívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Le kell hát tennünk életünket így, az eltelt évekkel együtt Krisztus keresztje alá, hogy kapjunk cserébe Isten fiúságot, ilyen egyszerű ez. S végül a Filippi levél 2. fejezetének 15. versével szeretném zárni, összefoglalva az ige hirdetés gondolatait. Legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek ártatlan gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette. Kik között fényletek, mint a csillagok e világon? Így legyen. Amen. Most pedig fennállva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt neked, hogy atyánknak szólíthatunk. Köszönjük, hogy te akárcsak egy jó földi apa, aki odafordul gyermekéhez, és segít neki mindenben, úgy te is odafordulsz hozzánk, mennyei édes atyánk, és mint gyermekeidhez odafordulva lehajolsz hozzánk, segítesz nekünk életünk nehéz pillanataiban is, de együtt is tudsz örülni velünk, amikor nagyon jó dolgok érnek bennünket az életben. Köszönjük Istenünk, hogy te azoknak is vigasztalást adsz és odahajolsz, akik szomorúságot szenvednek, akik tartós betegségben vannak, vagy akik betegágy mellett virrasztanak, és ezért nagyon nehéz napokat, heteket élnek át.
Tudjuk, Istenünk, hogy Te azokhoz is odahajolsz, mennyei édes atyaként, akik szomorúságot hordoznak a szívükben gyász miatt, mert elvesztettek valakit a családjukból, rokonságukból, ismerősi körükből. Istenünk, Te adj vigasztalást azoknak, akik gyászt hordoznak a szívükben, és Te adj lelki megújulást nekik, hogy fel tudjanak állni, és tovább tudjanak menni a nehéz helyzet után. Arra kérünk, Istenünk, hogy Te légy a mi magyar nemzetünkkel is, határon innen és határon túl. Te vigyázz a mi magyar testvéreinkre, hajolj oda mindenkihez egyaránt, mint gyermekeidhez. Arra kérünk, Istenünk, hogy így legyél velünk továbbra is minden napon, a világ végezetéig. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, kérem, hogy hallgassuk meg a Mezőtúri Református Kollégium harmadik B-osztályosainak műsorát, felkészítő tanítójuk Fitos Katalin, és hallgassuk meg szintén az énekkarnak is a szolgálatát, felkészítőjük Seresné Jutka néni.
Láttál már esőt? Igazi nagyot? Amikor sötét, szinte fekete az ég, dörög és villámlik, s úgy érzed, mindjárt rád szakad az ég. A világ legeslegnagyobb esője tényleg ilyen volt. Csak szakadt és szakadt, de előbb... Mit csinálsz, Noé? Mit építesz? Bárkát építek. Micsodát? Bárkát? Itt a szárazföld közepén. Híre ment gyorsan a bárka építésnek. Lett is azonnali hihi, meg haha, meg brihihi, meg bruhaha, mert ki hallott már ilyet. Bárkát építeni ott, ahol alig van víz. Nincs tó, nincs folyó, legfeljebb patakocska csordogál a hegyek felől, ha esőre fordul az idő. Minek építesz bárkát, Noé? Mert Isten parancsolta. Nagy esőt fog hozni. Hatalmasat. Akkorát, hogy mindent elönt a víz. Csak az marad életben, aki a bárkában lesz. Na ekkor kezdődött igazán a hihi, meg a haha, meg brihihi, bruhaha. Akkora esőt. Itt. Ki látott már ilyet? Nézd már körül, Noé! Hetek, hónapok óta nem esett, sárgán zörögnek a füvek, kiszáradtak a fák, mindenki vízért epedezik. Megártott neked ez a nagy szárazság, Noé? Vagy inkább napszúrást kaptál? De Noé nem törődött a csúfolódókkal. Hátat fordított nekik, és tette dolgát családjával együtt. Thank you.
is mondott Noénak Isten, hogy gyűjtsön össze minden állatból kettőt, és vigye be a bárkába. Na jó, de hogyan helyezze el őket? A bárányt meg a farkast? Az oroszlánt és az antilopot? A szúnyogot meg a fecskét? Főtt is a fej szegény Noénak, de Noé ezt is megoldotta. Rekeszeket húzott fel a bárka belsejébe, és a ragadozó állatokat elkerítette a növényevő állatoktól. Lassan megérkeztek az első állatok is. Hányféle állat? 100, meg 1000. Jönnek szépen sorba, és megtalálja a helyét mindegyik. Noé megfelelő mennyiségű élelmet is begyűjtött a bárkába Isten tanácsára. S mikor minden készen volt, ő maga is bement családjával, feleségével, 3 fiával, s azoknak feleségeivel. Csip, csöp, mi csöpök? Kip, kop, mi kopok? Eső csöpök, egyre szaporában, aztán már zuhog is, szakad. Veri a bárka oldalát, félve bújnak össze az állatok. Pedig nem kellene félniük, mert Isten maga vigyáz rájuk. Beleteszeli a bárka ajtaját, vigyáz rájuk, biztonságban vannak. Csak szakadt és szakadt. Eltelt 1 hét, 2 hét, és 3 is. Eltelt 40 nap, és egyszer csak csendesedni kezdett az eső. Csíp, csöp, mi csöpög? Kip, kop, mi kopog? Az eső, de már csak cseperész. Aztán szépen eláll. Mindent tükörsima víz borít. És egyszerre hip-hop, kitisztul az ég. Az összefüggő felhőtakarók alól kibújik a nap, és fényével ragyogja be a bárkát. Úgy kiszállnának már, de még nem lehet. Türelemmel várnak. Isten szelet bocsát a földre, és a víz lassan apadni kezd. Jaj, jaj, mi ez a rázkódás? Mint a partot értünk volna. De vajon elég lesz a szárazföld ahhoz, hogy kiszálljunk, és kiengedjük az állatokat? Hogyan tudjuk meg? Nekem van egy ötletem. És Noé kiengedett egy hollót. De kis idő múlva vissza is tért, mert nem tudott hova leszállni. Várnunk kell még. Noé legközelebb egy galambot engedett ki, de estére az is visszajött. Még mindig túl nedves a föld. Később Noé újra kiengedte a galambot, s íme egy zöld olajfággal tért vissza. Mit üzen a zöld olajfág, hogy a földön már van növényzet, s kihajtottak a fák? Már az utolsó galamb vissza sem tért. Ebből tudta Noé, hogy most már kiszállhatnak. Egyszer csak a bárka ajtaja is kinyílt. Gyere ki, Noé! Gyere ki te, és a családod, és az állatok! Tiétek újra a föld! Milyen izgalmas nap ez! Noé az állatokat engedi ki elsőnek. Nem aggódik.
Megtalálja mindegyik a maga helyét. Végül kijön a bárkából Noé és családja is. Szívük tele van hálával, és megköszönik Istennek, hogy megmentette őket, és újra láthatják ezt a világot. És ekkor Isten elmosolyodott. Ez volt a világ legszebb mosolya. Mindannyiunk nevében nagyon nagy szeretettel megköszönöm, hogy megmelengedtünk szívünket szép műsorukkal. A harmadik B-osztályos tanulók, általános iskolás gyermekeink, megköszönöm a felkészítő tanítónak, Fitos Katalinnak a munkáját, és megköszönjük az énekkarnak is a szép énekeket, és köszönöm Seresné Jutka néninek a felkészítő munkáját. Ma délután még gyermekekkel találkozhatunk, a hirdetések között szeretném először megemlíteni, 16 órakor ifjúsági zenés áhítat lesz a belvárosi gyülekezeti házban, és egész héten, ránk következő héten készülünk a Böjt első vasárnapjára, hiszen február 26-a Böjt első vasárnapja. Így kedden 17 órakor bűnbánati alkalom lesz az újvárosi gyülekezeti teremben, szerdán 16 órakor szintén bűnbánati alkalom a református idősek otthonában, csütörtökön pénteken 16 órakor a belvárosi gyülekezeti házban tartunk bűnbánati alkalmat, és újvároson a gyülekezeti teremben csütörtökön pénteken 17 órakor tartunk szintén bűnbánati alkalmat.
A bőti úrvacsorás istentiszteletek rendje a következő: ránk következő vasárnap 9 órakor az újvárosi gyülekezeti teremben, 10 órakor a belvárosi gyülekezeti házban, 11 óra 15 perckor a református idősek otthonában, és 14 óra 30-kor két pont lesz bőti úrvacsorás istentisztelet. Az elmúlt heti adományokat szeretném elmondani. Belvároson 9800 forint érkezett, újvároson 3710 forint, a templom felújítására 7000 forint, így összesen 20510 forint adomány érkezett. Köszönet az adományokért, és továbbra is adakozzunk jó szívvel, mert a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Szomorú szívvel hirdetem, hogy február 12-én elhunyt Jassó Imréné született Lévai Krisztina, 89 éves testvérünk, Mezőtúron a Balassa-Bálint út 30 szám alatt lakott. Temetése február 23-án, ránk következő csütörtökön 11 óra 30 perckor lesz a felső részi temetőben. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak. És végül a sajtótermékeink között nem csak a Reformátusok lapjának legújabb számát hirdetem, hanem azt is, hogy a Városi Televízió VTV megszűnésével a televízió műsorok között a Túri TV-n látható most már református műsor minden nap 10 órától 12-ig és délután 4-től 6-ig látható a Túri TV műsorán református műsor, valamint ezek megtalálhatók, ha netán valakinél a Túri Televízió nem látható, nincs ilyen csatorna az adott programcsomagok között, akkor megtalálható az interneten is minden egyes műsorunk most már február 1-től. A YouTube-on fent van RefM-Tour címen, lehet keresgetni és megnézni a korábbi műsorokat. Egyébként ez az Isten tisztelet is, amikor feldolgozásra kerül, akkor két héten belül felkerül erre az adattára. Úgyhogy reménység szerint minél szélesebb körben láthatják a szép szolgálatokat, műsorokat, amelyekkel gyermekek készülnek, amelyekkel itt a templomban vagy a gyülekezeti házokban találkozhatunk. Isten legyen gyülekezetünk továbbra is őriző pásztora. Most pedig zárásképpen énekeljünk. Énekeljük el a 299. dicséretnek az első és az utolsó versét. Az első verset és az utolsó verset énekeljük, hiszen ahogyan hallottuk is a prédikációban az 5. vers végén, hadd lehessek engedelmes néked élő gyermeked, erre szólít fel az ének bennünket. Az első vers így kezdődik: Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vad tengere. Áldásvétel előtt fennállva énekeljük el közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Istenek népe, szent gyülekezet, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.